Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing spots from this. Is this an argument? Na most, hogy mindenki lefeküdt aludni, beszélhetünk végre a hű de jó biciklikről. A tavasznak sok előnye van, többek között az, hogy ki lehet menni végre kerékpározni, még ha ez felhőszakadásokkal is van tarkítva, mint most ezen a héten, amikor ez a testbringa nálam van. Ellenben van jó oldala is, lehet végre kiváló magyar epret kapni, amit imádok, de most nem a gasztronómia miatt jöttünk itt össze, hanem hogy ezt a Kellys Theos F90-et bemutassuk nektek. Először egy kicsit pár szóban a Kellysről magáról, mint brandről. A Kellys 1991-ben Szlovákiából indult, és igazából mondhatni azt, hogy low budget bringákból nőtték ki magukat, és hát olyan bringákat adnak nekünk, mint például ez a Theos F90. Valószínűleg kevesen mélyedtek el abban, hogy mit is jelent a Kellys logó. A Kellys logóban a kör, az a kereket, avagy a mozgást jelképezi, a K betű egyenes szára mellett pedig a K betű másik része, pedig a kanyargós szerpentineket. Ugye a Kellysnek nem csak mountain bike bringái vannak, pedig a legtöbben valószínűleg onnan ismerhetik, hanem kiváló országútikkal is rendelkezik, ezért a kanyargós országút erre a részre is igaz. De ugorjunk egy kicsit, és nézzük inkább ezt a bringát, mert elég sok mindent lehet róla mondani. Ebben a Kellys Theosban egy Shimano Steps LP8-as motor található, ami 250 wattot tud, hiszen a pedelek szabvány ebben maximalizálja a teljesítményét, és emellé 85 Nm-es nyomaték társul. 85 Nm az nagyjából az ilyen 600-as sportmotorokban található meg, persze ott a lóerő egy kicsit más, mint itt ugye a 250 watt, de az biztos, hogy elegendő nyomaték lesz ahhoz, hogy bármilyen meredek emelkedőn felküzdjél vele. Persze egy ilyen motort ki is kell szolgálnia valaminek, ezért itt az alsó csőben található akkumulátor nem kevesebb, mint 725 wattórás. Hogy mire is elég 725 wattóra, azt ugye elég nehéz elmondani, hiszen nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy hány kilós a bringás, függ attól, hogy milyen rásegítési fokozatot használ, függ attól, hogy mennyire meredek a terep, tehát mennyi szintemelkedés van a terepben. Tehát ezeknek az összessége adja meg azt, hogy egy ilyen akkumulátorral mennyit tudsz venni. Azért az a tesztek alatt is látszott, hogy ha nem vagy egy túlsúlyos bringás, mint én, akkor simán el fogsz tudni vele menni, még akár boost, tehát a legmagasabb rásegítési fokozatban is, ilyen 60 km környékét terepen, ami azért brutálisan sok, és szerintem sokokat arra sarkalhat, hogy végre ne vigyen magával egy tartalék akkumulátort, ami egyébként szerintem hátizságba berakva még baleset veszélyes is, hiszen nem szeretnék esés közben egy nagy fémdarabbal a hátamon bukfencezni. Ez a 725-ös akkumulátor szerintem bőven elég egy egész napos bringázásra. A váznak egész érdekes formája van, gyakorlatilag a rugóstag és a felső cső egy vonalat képez, nagyon alulra lemegy, nem föntre van bekötve a nyeregváz csőbe, mint nagyon sok konkurens modellnél, és ehhez lett kialakítva a motor beépítése is, a motor 45 fokos szögben meg van döntve, és így igazából nem töri meg a váznak a formáját. Tudom, hogy egy vázforma, egy kinézet annyira nem lényegbetörő dolog, de szerintem, hogy egy bringa jól is nézzen ki, ne csak jó legyen, az egy fontos szempont. Ezt a sok okosságot le is kell folytanom egy kis eperrel, de ami igazán nagy érdekesség ebben a bicikliben, az maga az alapanyag. Nyilván karbonvázzal készített elektromos kerékpárt, láttunk már nem keveset, nagyon sokan gyártanak ilyet. A Kellys viszont szövetkezve egy belga céggel, a Rainforced-del kifejlesztett egy olyan anyagot, amit termoplasztik steel carbon kompozitnak neveznek, tehát azt jelenti, hogy a termoplasztik és karbon szállal kevert szövetbe még fémszálak is kerültek beépítésre, mindezt úgy, hogy igazából ezzel nem növekedett a súlya a váznak. Miért is jó fémszálakat beépíteni egy karbonvázba, illetve egy karbonszövetbe? Ugye mindenki attól fél, hogy mi történik akkor, ha elesik a bringájával, és ez nem egy alumínium váz, ami egyszerűen csak mondjuk behorpad, hanem karbonváz, ami sokkal sérülékenyebb. Tehát egyrészt ez egy tévhit, hiszen a karbonvázak annyira nem sérülékenyek, mint ahogy az emberek gondolják, rengeteg mindent kibírnak.
De az tény, hogy főleg az út felől jövő ütések, például a kövek, amik felpattannak a kerékről, illetve nyilván az eséseknél, hogyha mondjuk ráesünk egy fára vagy sziklára, az kárt tud okozni a karbonvázban, és egy karbonváz egyszer eltört vagy megrepett, nyilván vannak, akik javítják, de igazából én többet olyan vázra nem ülnék föl. Viszont a tesztek azt mutatják, illetve a laboratóriumi vizsgálatok, hogy ez a fémszállal kevert karbon szövetszerkezet, ez sokkal ellenállóbb, mint a hagyományos karbon, ezért, hogyha elesel a bringával, akkor sokkal kisebb eséllyel fog olyan vázsérülés bekövetkezni, ami miatt eldobhatod a vázadat. Amikor az első képeket kiraktuk a Facebookra, egy csomóan kommentelték, hogy nagyon furán néz ki ez, hogy ennyire le van vívva a felső vázcső, és hogy majd biztos garanciális problémák lesznek, mert ott az a nyeregvázcső csonk az nagyon magasra túlnyúlik, és az nem lesz egészséges. De egyrészt azok, akik ezt kommentelték, nem nézték meg, hogy itt van egy él merevítés, tehát gyakorlatilag alig egy pár centivel e fölé lóg a nyeregvázcső. Másrészt, ahogy mondtam, én nem vagyok egy könnyű súlyú bringás, és én alattam sem lehetett érezni semmilyen rugalmasságot ezen a vázrészen, illetve nyilván azért gondoljunk bele abba, hogy valószínűleg ez a gondolat átfutott a tervezőmérnökök fején is, illetve ahhoz, hogy Európában bármilyen elektromos bringát homologizáltathass, egy ISO tesztnek kell alávetni őket, ami egyrészt nem olcsó, másrészt minden irányból maximális terhelésig hajtják a vázakat, és igazából ott kiderül, hogyha valamelyik részecség nem bírja a gyűrődést. A komplet bringa súlya 23 kg, ami első hallásra még akár soknak is tűnhet, de ha belegondolunk, hogy ez alatt igazából csak olyan súlyú karbon ösztelós e-bike-okat találunk, ahol nemhogy nem 700 wattórás akkumulátor van, de általában ilyen 3-400 wattórások, tehát sokkal kisebbek, hiszen így tudtak igazán súlynyereséget elérni. Illetve, ha megnézzük azt, hogy egy átlagos karbon e-bike is manapság 24-25 kg, egy normál 500-as vagy 625-ös akkumulátorral is, akkor ez egy igencsak jó értéknek számít. De nem fejeztük még be itt az érdekességeket, hiszen a hátsó rugóstagnak a himbája, ami összeköti a hátsó lengőkart a rugóstaggal, az egy egyoldalas kialakítású, mint mondjuk a motorkerékpároknál vagy crossmotoroknál. Erre voltam igazából a legkíváncsibb, mert nyilván gondoltam, hogy egy ilyen csúcsmodell baromi jól fog viselkedni a terepen, de hogy egy ilyen egyoldalas felfüggesztés az mennyire lesz rugalmas, az egy nagyon jó kérdés, láttunk már erre elrettentő példákat. Bármennyire is próbáltam forszírozni, nem éreztem semmilyen rugalmasságot ebből a részből, pedig maga a rugóstag is el van tolva a felső vázcső alatt egy kicsit balra, tehát gyakorlatilag a bringa vázát folyamatosan ferdén éri a terhelés egy oldalról, és abszolút nem érezni semmilyen hatást, amire azt mondanám, hogy hát ez nem sikerült a legjobban. Ennél a bringánál nem csak a fő váz háromszög készült karbonból, hanem a hátsó háromszög is, a lengőkarok, méghozzá az egész lengőkar egy darabból van, így adja a legmerevebb kapcsolatot. Nincsen csavarozás, nincsen semmi, egy darabból van laminálva az egész. Ez nyilván gyártás technológiailag nem is egy egyszerű történet, de hát ezt a Kellys mérnökeinek és a Rainforcednek kellett megoldania. Kicsit érdekesnek tűnik, hogy a bringán kevert rugózás van, előre egy Fox 38 teló van, hátul pedig egy RockShox Super Deluxe Ultimate rugóstag. Általában a gyártók, főleg a csúcsmodelleknél nem szokták keverni a gyártókat, tehát mondjuk, hogy elől Fox, hátul RockShox vagy fordítva. Ennek egy nagyon prózai oka van, mostanában az ellátási lánc abszolút mélyponton van, tehát egyszerűen ilyen rugóstagot tudtak szerezni a vázhoz, a Fox nem tudott beszállítani megfelelő rugóstagot. Természetesen semmilyen hátrányát nem érezni annak, hogy az első és hátsó rugóstag külön beszállítótól származik, egyszerűen össze lehet őket lőni, bár azért ezt az egyszerűséget árnyaljuk egy kicsit, hiszen az első villában állítható az oda és visszaútnak a csillapítása is, méghozzá a kissebességű és a nagysebességű berugózásnál is. Ez azért elég sok variációs lehetőséget hagy nekünk. A hátsó rugóstagnál pedig a visszaút és a kompresszió alacsony sebességű csillapítása állítható, és emellett egy kétállású lockout is helyet kapott benne. Nincs teljesen zárt üzemmódja, tehát amikor betonkeményre zárja a tagot, egyszerűen a kompresszió csillapítás zárja szorosabbra, mondjuk úgy, viszont olyan nagyon gyakran nem is lesz rá szükség. A bringa iszonyatosan jól mászik, nagyon meredek ösvényeken is, mivel egészen meredek a nyeregvás csőszög, 76 fokos, ami azt jelenti, hogy egészen a bringa középpontjában ülsz, nagyon sok súly van az első keréken, illetve a kormányon, tehát bármilyen meredeken is mész fölfelé, nem emelgeti az orrát, a technikás ösvényeken nem lesz ideges az orra, nem kell folyamatosan korrigálni, szépen megy föl, mint hogyha kötélen húznák. Nagyon régen ültem olyan bringán, amivel ennyire jó lett volna kerékpározni, és ez most nem azt jelenti, hogy nagyon régen ültem olyan e-bike-on, amivel nagyon jó volt bringázni, hanem tényleg nagyon régen ültem olyan ösztelós bringán, amivel ennyire jó volt kerékpározni.
Mert ugye általában úgy szokott lenni, ugye ez elől 180 mm-t mozog, hátul 170-et, tehát ez bőven az enduro kategória felső határa. Ennél jellemzően az szokott történni, hogy vagy lefelé nagyon jó a bringa, vagy fölfelé, de inkább lefelé, hiszen ilyen rugóútnál arra vannak kihegyezve a vicajok. Persze annak nem csak a geometria a megoldása, hogy egy bringa lefelé is, meg fölfelé is jó legyen. Itt van például a beépített Fox Transfer Dropper Post, azaz leengedhető nyerekcső. Ennek az a lényeg, hogy amikor a lejtőhöz érsz, a kormányon levő kart megnyomod, és a súlyod alatt lemegy szépen a nyerekcső, így alacsonyabban lesz a súlypontod, és sokkal stabilabb leszel lefelé. Amikor leértél a lejtő aljára, vagy bele kell tekerni, akkor megnyomod a gombot, elemelkedsz az ülésből, az ülés vissza följön, és mehetsz tovább, mintha egy normál túragéppel mennél. És itt még mindig nem értünk a végére az érdekességeknek, ugyanis ez a bringa egy úgynevezett mulet kialakítású, azaz elől 29 szoros kerék van benne, hátul pedig 27,5 szoros. Ez azért jó, mert az első kerék könnyebben átgördül az akadályokon meg a köveken, hiszen nagyobb az átmérője. A hátsó kerék viszont kisebb átmérőjű, tehát merevebb, stabilabb és vastagabb gumit tudsz rá fölrakni. Elől 29x24-es, hátul pedig 650 B-szer, azaz 27,5x2,6 szoros gumik vannak. Ezek a gumik olyan szintű tapadást és kanyarstabilitást nyújtanak, hogy átlagos bringás nem fogja tudni a határait feszegetni. És ahogy annó a bohóc mondta, de van másik. Igen, ugyanis van még érdekesség. Nem csak a hajtás, tehát a rásegítés elektromos, hanem a váltórendszer is. Egy Shimano XT Di2-val van felszerelve. Elől nyilván csak egy lánctányér van, hátul van csak váltó a bringán, ez pedig elektromosan vezérlődik, ami azért nagyon jó, mert egyrészt baromi gyorsan tudsz vele váltani, mindig biztosan ott lesz a fokozat, és hogyha folyamatosan nyomod a váltókat fölfelé vagy lefelé, akkor pedig folyamatosan pakolja a fokozatokat. Így, hogyha mondjuk van egy lejtő, aminek a végén meg kell fordulnod és hirtelen fölfelé menned, akkor villámgyorsan föl tudsz váltani a legkisebb lánckerékről a legnagyobbra. És itt volt az első negatívum, amit észrevettem a bringán, ugyanis a markolattól a váltókar túl messze van, mivel ezen már az újfajta XT fékrendszer van, ami két helyen támaszkodik fel a kormányon, ezért nem lehetett a váltókart a fékkar és a markolat közébe rakni, csak a fékkar és a kormány közepek közé. Ezért a markolatról, ha kényelmesen fogod a markolatot, nem éred el a váltókarokat, hanem kicsit át kell helyezned a kezedet, és úgy tudsz csak váltani. Ez nagyon sokszor hátrány, de sajnos ennek a Di2-nak elég nagy boomsley váltókarja van, és máshogy nem lehetett megoldani. Itt ugye nem működik az a kiváló Shimano fejlesztés sem, amit Icepack bilincsnek nevezünk, amikor a fékkar bilincsére föl tudod szerelni a váltókart is, mert ez egy teljesen más rendszerű, ez nem a hagyományos bovdenes. Szóval összefoglalva, ez egy rohadt jó bringa, tényleg nagyon-nagyon régen mentem olyan bringával, amin ennyire jól éreztem magam fölfelé is és lefelé is. Igazából, ha nem ennyibe kerülne, de erre majd még visszatérünk, akkor simán azt mondanám, hogy elfogadnám magamnak egyetlen e-bike-nak. Az e-bike baromira jó arra, hogy mondjuk meló után, amikor csak 2 órán van biciklizni, akkor nem az van, hogy nagy nehezen felszenvedem magam a hegyre, tudok menni egy lejtőt, és akkor lehet is hazafelé ballagni, hanem tudsz menni a kedvenc pályádon 4-5 kört, hiszen a felfelé, az emelkedőkön, az Eco-tól a Boostig bármilyen fokozatot választhatsz, és igazából erőlétettől függően fog felrepíteni a hegy tetejére, ami egy baromira jó érzés. És itt kell még kitérni arra, hogy nekem még mindig máig a Shimano hajtása az, ami a legtermészetesebb érzést adja. A Bosch is, a Yamaha is, a Fazua is mind érezhetően olyan, mintha a motor hajtana, nyilván a motor segít rá, de ennél a Shimano-nál mindig olyan az érzésed, mintha te lennél erősebb, amikor följebb kapcsolsz egy-egy rásegítési fokozatot, ami egy sokkal természetesebb ringázási érzést ad. Ebbe tudom, hogy majd jönnek a kommentek, hogy nem értünk egyet, nyilván a tesztelés egy szubjektív dolog, nekem máig a Shimano nyújtja azt az érzést, amit keresek egy elektromos bringában. És akkor, ha már az árat megemlítettük, ez a kerékpár, ez 9000 euróba kerül, magyar bringaboltokban ez nagyjából 3,3 millió forintot jelent. Ez nyilván baromira sok pénz, hiszen ennyiért tudsz venni egy komplett új motorkerékpárt, amiben nyilván sokkal több alkatrész van, van benne motor, dugattyúk, több elektronika, több anyag. De mindegy, ennyibe kerül ez a kerékpár, és most nyilván, ha azt mondom, hogy ez egy jó ár érte, akkor többen lesznek, akik a célkeresztet felrakják a homlokomra, hogy lehetsz ekkora gyökér, hiszen 9000 eurója kinek van egy kerékpárra. Tehát egyrészt nyilván, aki egy ilyen carbon e-bike-ot akar venni, az más pénztárcával rendelkezik, mint aki egy belépő szintű trekking biciklire vadászik. Viszont, ha megnézzük a konkurenseket, akkor masszívan 10.000 euró fölötti fogyárakkal találkozunk, és még nem is biztos, hogy ennyi fejlesztés bele van erőszakolva azokba a biciklikbe. Arról meg nem is beszélve, hogy milyen azokkal kerékpározni, hiszen láttunk már drágán is nem annyira jó bringát, meg nyilván láttunk is drágán brutálisan jó bringákat. Manapság egy carbon e-bike-nak az ára akár 15-16 ezer euróig is elmehet,
Tudom, hogy ez valahol nonsens, én is ezt mondom, de visszatérve az alapkérdésre, a 9000 euró az egy baromi jó ár ezért a kerékpárért. Főleg amellett, amit tud, meg amilyen menet tulajdonságai vannak. És van még itt az áron kívül még egy rossz hír. Ha most megtetszett ez alapján, a teszt alapján ez a bicikli, és szeretnél egyet venni, akkor idén már csak előrendelni tudsz, hiszen amik az országba beérkeznek ebből a modellből, azok gyakorlatilag el vannak adva. Ezért, hogyha úgy gondolod, hogy neked egy ilyen gép kell, akkor már most menj be a kedvenc bringa boltodba, ahol rendeld meg a bringát, és akkor talán ősszel vagy jövő tavasszal meg is érkezik. Ez megint csak sokként érhet sok embert, de sajnos a bringáknál is ilyen átfutási idők vannak már, az autóknál meg néha egy-két évet kell várni egy új modellre. Ezennel azt hiszem, nagyjából a végére is értünk, bár még órákat tudnék beszélni csak erről az egy bicikliről, meg arról, hogy hogyan viselkedett menet közben, de hát kinézné meg egy egyórás videót egy kerékpártesztről. Remélem minden olyan információt megkaptatok, amire szükség van, ha nem, akkor a videó alatt nyugodtan kommenteljétek, megpróbálok rá válaszolni. És természetesen, ahogy szokták mondani, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, és akkor értesítést fogsz kapni a következőkről is, ha megjelenik akár kerékpárteszt, alkatrészteszt, bemutató újdonság. Sziasztok! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this enough?